A múltkor érkezett egy kérdés, hogy hogyan lehet gyerekeket úgy versenysportban dolgoztatni, foglalkoztatni, hogy minél inkább sérülésmentes legyen. Te, aki versenyzőként, profi országúti kerékpárosként, végzett gyógytornászként, személyedzőként, erőléti edzőként, azt gondolom, hogy három irányból tudod a témát átlátni megfelelően. Mi a te ilyen szakmai konklúziód ezzel kapcsolatban? Hogyan kell foglalkozni az utánpótlás korú sportolókkal, hogy azok a klasszikus, minden sportággal egyébként meglévő jellemző sportági ártalmak és sérülések elkerülhetőek legyenek? Ez egy jó kérdés. Igazából elég egész sokat lehet erről a témáról olvasni, és amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, az az, hogy egy körülbelül egy 11-13 éves korig egy gyerek, az ne kezeljük úgy, mint egy focistát, vagy vízilabdázót, vagy kerékpáros, hanem hogy legyen egy sportoló. És az azt jelenti, hogy csináljon minél többféle különböző sportot. Ez nagyon sok szempontból hasznos, tehát az, hogy ne legyen ilyen korai specializáció, tehát az, hogy ne legyenek ezek a túlterheléses sérülések, ne jöjjenek ezek túl korán, hogy tényleg hosszú ideig jó sportoló lehessen, az idegrendszer is úgy alakuljon ki, hogy nagyon sok különböző mozgásban legyen jó, és nagyon sokszor az van, hogy pszichés hatása is ennek nagyon fontos, hogy nagyon sokan egyszerűen korán beleunnak, vagy egyszerűen túlzottan szülői késztetésre csinálják az adott sportot. Sokkal jobb az, hogyha minél több sporttal megismerkedik, és a fiatal, és tényleg nagyon fontos az, hogy minél több sportot csináljon. Tehát akkor elsősorban azért azt gondolom, hogy ha már egy szülő választ egy sportot a gyerekének, vagy közösen választanak valamit, akkor alapvetően mégiscsak az edző határozza meg azt, hogy most az edzés felépítése hogyan fog kinézni. Nyilván vannak a klasszikus iskolák, akik azt vallották, hogy minél hamarabb specializálódjon a gyerek és kapja meg a sportági fejlesztést, és ebben nagyon korán nagyon jó eredmények születtek, valószínűleg ez a nagy csapdája ennek az egésznek, hogy minél hamarabb tegyük rá a gyereket egy ilyen választott sportágra, annak aztán később meglett a bőtje, hogy már ifjú vagy utánpótlás korosztályban akár már jöttek a sérülések. Edzőként hogyan kéne ezt a paradigmaváltást keresztül vinni? Nyilván ez korábbi tanulmányokról is alapszik, hogy ki mit val, de hogy ezt hogyan lehetne átütni fejben? Vannak olyan sportok, ahol ez nem kivitelezhető. Tehát, hogyha valaki nem kezd el korán úszni, akkor vagy tornázni, akkor nyilvánvalóan nem lesz belőle jó úszó vagy tornász, hogyha 13 évesen kezdi el. Viszont ott is nagyon fontos az, hogy ne csak az úszás legyen, ne csak a torna legyen, hanem legalább egy ilyen pihenő időszakban nyugodtan a gyerek próbáljon ki mást, menjen el a barátaival focizni, másszon falat, vagy bármi. Tehát, és ez sportban is jobb lesz ettől. Szellemileg is sokkal frissebb lesz, és mi sportoló is fejlődni fog, mert az idegrendszere fejlődik, a teste különböző mozgásokban is fejlődik, és ellenállóbb lesz. Tehát ez én nagyon fontosnak tartom, hogy tehát kapjon meg minél több változatosabb mozgásérményt. Akkor a kiegészítő sportágak tudnak ezen segíteni egy adott sportág mellett. Abszolút, igen. És mit tehát a szülő, aki nyilván 7 évesen, 6-7 évesen berakja a gyerekét az iskolapadba, aztán próbálja megmenteni attól, hogy túlságosan nem sokat kütyűzön otthon. Hát tehát mégis azért az aktív ideje és időtöltése a gyereknek azért nagyon sokáig a felnőtt és a szülő kezében van. Te még nem vagy édesapad, de nyilván az elképzelések erre megvannak, hogy hogyan lehet azt a pihenőidőt kitölteni, azt az aktív időt kitölteni. Nem vagyok édesapad, de van egy 16 éve fiatalabb húgom, és azért ott ez nyilván egész család megpróbál ebben részt venni. Nagyon nehéz, tehát ez tényleg iszonyatosan nehéz lehet ez most szülőként, és nagyon nagy a felelősség is, mert vinni kell tényleg a gyereket. Tehát én, ami tök érdekes, hogy édesapám vitt 10 éves koromtól gyakorlatilag atletizálni, és én és nagyon-nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt megtettem, mert ami nekem keringésem kialakult, azt neki köszönhetem. És igazából nekem sose volt ez úgy nyűg, meg én állandóan mozogtam, de neki biztosan sok mindenről le kellett emiatt mondania, meg rohannia a munka után, de ez egy olyan dolog, amit így kaptam tőle, ami tehát iszonyatosan nagy dolog. És erre a utóbbi időben jöttem rá, most, hogy sportoló vagyok, nagyon sok emberrel találkozom, hogy az, amit mi fiatalon megkapunk, keringés és mozgáskultúra, az elképesztő. Az olyan, mint hogyha lenne két diplománk. Van előny mozgáskultúrában. Igen. Tehát, és csak az a lényeg, hogy szülőnek meg türelmesnek kellene értelembe lennie, hogy nem szabad azt, nagyon-nagyon fontos, hogy nem szabad mondjuk saját régi vágyakat a gyereken átnyomni, mert az amúgy se fog, abból úgy se lesz valószínűleg semmi jó kis jönni. Tehát nekem én értem, mert szerencsém volt, hogy ez egy teljesen belső indítatású dolog volt, és ez viszont minden segítséget meg is kaptam.
hogyan oldható fel a tehetséges, de talán lusta, és tehetségtelen, de igyekvő gyereknek a problémája? Melyik irányba vigye el a szülő, vagy mit kezdjen ezzel az egészen? A tehetség az nagyon sok. Tehát a tehetség szerintem, én ahogy én gondolom, az nem csak fizikális. És nagyon sokszor az, hogy vannak iszonyatos fizikális tehetséggel rendelkező fiatalok, akik viszont fejben nem tehetségesek. És hogyha fejben nem tehetséges valaki, akkor igazából nem is annyira tehetséges. Lehet, hogy olyan fizikuma van, hogy sokkal jobban a kortársainál, de nem fog sokáig abban a sportban részt venni. Szóval én nagyon támogatom azokat, én is ilyen voltam. Nem voltam egy fizikálisan nagyon kiemelkedő sportoló, viszont tudtam dolgozni, szerettem dolgozni, és ezért mondjuk olyan szintre elkerültem, ahol lehet, hogy fizikálisan jobbak voltak nálam. Egyszerűen mert szerettem ezt csinálni. Tehát a tehetség az nagyon sokrétű, és tényleg a szellemi részét azt nem lehet ebből kivonni. Tehát az, hogy valaki mennyire motivált. Tehát akkor ez vitathatatlan, hogy kiváló klasszis sportoló csak abból lesz, aki kiváló adottságokkal rendelkezik, borzasztó sokat dolgozott érte, és igen, mentálisan igen. Is. Tehát a csúcs az, amikor ott van fejben, ott van fizikálisan, de nem szabad el, tehát az nem egy nagyon, tehát nem csak az a tehetséges sportoló, aki fizikálisan csúcs. És vannak és azok a gyerekek, akik lehet, hogy még picikét alapból olyan növési fázisban vannak, hogy még egyszerűen lemaradtak fizikálisan, viszont már fejben nagyon jók, ő belőlük lesz tényleg a legjobb sportoló. Későbbiekben. Igen. Oké, akkor most a gyógytanács, az erődíti edzőt kérdezem inkább, hogy itt a számtalan motorikus képességen belül mit tartasz te a legfontosabbnak, hogy még az utánpótlás korú sportolókig annak a fejlesztése történjen meg? Egy különböző iskolák vannak, erősítsük a gyereket, az állóképességi kondiát teremtsük meg, az ügyessége, a koordinációja legyen jó, a mozgás mintája legyen precízen kidolgozott. Mi az, amivel a hosszú távon a legnagyobb nyereséget tudjuk generálni, és nyilván megmenti ettől kezdve a később sérülések lehetőségétől, vagy hát, is könnyíti. Mindenképpen a jó mozgás. Tehát én nagyon alapmozgásoknak legyenek meg, és az van, hogy én is foglalkozom sok olyan ciklikus sportot űzővel, aki nagyon magas szinten sportolnak, viszont ha egy átlagos, nagyon egyszerű guggolásról van szó, teljesen elbuknak. És azáltal nem is terhelhetőek, mert nem tudják azt a mozgást kivitelezni, illetve csak nagyon szűk kereteken belül. Tehát az, hogy legyenek az alapmozgások, legyenek jók, és amúgy erre szerintem a testi tanároknak nagyon oda kéne figyelniük, hogy a testi órán tényleg ilyen alapmozgásokat, mint a csípődominens, téldominens mozgások legyenek meg, tehát az, hogy tudjon egyet kukolni a gyerek, akár egy felhúzást csinálni, mert állandóan felhúzásokat csinálnak a gyerekek, hát a nagy táskát veszik fel a hátukra. De emellett tényleg nagyon fontos az, hogy kialakuljon egy jóféle keringés, és az viszont úgy alakul ki, hogyha a gyerek játszik, sokat van kinn, ami mostanában azért korlátozott, és ilyen értelemben tényleg az, hogy legyen egy kardiális terhelés, tehát az nagyon fontos. Tehát mert ami itt 13 éves korig kialakul, az viszont onnantól végig kísér minket egész életünkön keresztül, mint egy ajándék. És az egy olyan alapot, amire aztán meg kell építkezni. Igen. Hát akkor igazából gyakran beleesünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, a természetes mozgások, azok mindenképp alapértelmezetten tökéletes kivitelezésűek, mondjuk egy járás, vagy egy futás, vagy a guggolás, amiket említettél. Igen. És talán azért nem fordítanak a szakemberek arra figyelmet, hogy hangsúlyt, hogy ez tényleg precízen is technikailag megfelelő kivitelezési móddal legyen elsajátítva. Igen, igen, igen. Akkor ezekhez az alapokhoz kéne visszamenni, és azokat kicsiszolni? Abszolút, meg ezek azért le is épülnek. Tehát az, hogy én is emlékszem, hogy van, amit a gyerekkorban, ahogy a gyerekek, megnézzünk egy nagyon-nagyon kicsi gyereket, hogy Google, hogy ül, akkor ez még egy természetes dolog. Tehát mi úgy indulunk, hogy ezzel rendelkezünk. Uh-huh. És az a baj, hogy egyre hamarabb elveszítjük ezt. Tehát az, hogy egyre többet egy gyakorlatilag egész nap padban ülünk, ezt elveszítjük. És ezt meg kell állítani, ezt a folyamatot. Igen, igen. Tehát, és tényleg ebben szerintem szülőként is azért nagy felelősség van, és az, hogy akár testnevelés tanárként is, mert ez tényleg kulcsfontosságú. És hogyha van az embernek egy jó mozgása, az feltételezi a jó mobilitást, egy jó neuromuszkuláris kontrollt, vagy hogy mondjam, és az onnantól kezdve már nagyon-nagyon minimalizálni fogja a jövőbeli sérüléseknek az esélyét.
Én anyukaként azzal szeretném igazából kiegészíteni, hogyha nekünk ez a tudatos hozzáállásunk megvan, azért az nagyon fontos és szükségszerű, hogy ezekkel az uralkodó trendekkel szembe menjünk. Uh-huh. Hogy igen, ül a gyerek, de nekem kell felállítanom és azt mondani, hogy most csinálunk egy olyan közös valamilyen aktivitást, ami lehetőleg játék jellegű, aminek, amit mondjuk én edzőként azért nem jövök ki az edzőben, nem is az a gyerekem nem szereti, de hogy nyilván azt kell megtalálni, hogy egy olyan játékos forma egyben nem veszi észre ő, hogy most nem egy ülő helyzet van, hanem valamilyen fizikai aktivitás történik, amely közben ő fejlődik is. Tehát én inkább a szülőként én ezt üzenném nyilván a szülőknek, itt azért van egy óriási felelősségünk, de pedig elmondtad, hogy szakmailag mire kell odafigyelni. Még egy kérdésem volna, hogy a versenysportoknál azért gyakran említik azt, hogy azt tud igazán eredményes lenni valamilyen sportágban, amelyik a sportágra jellemző izomdiszbalanszal rendelkezik, vagy aszimmetriával rendelkezik. Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon keményen megdolgozik azért az izom egyensúly felbomlásáért, ami következtében ő eredményes lehet a saját sportágában. Ezt most akkor hagyjuk, mit kezdünk ezzel az egésszel? Nyilván, hogy itt az eleve versenysportban gondolkodni, hogy olyan, hogy jár aranyérem, amire biztos ki lettünk találva szervezetileg, szervezet szintjén, de akkor ezzel a kicsit megfeszült állapottal mit kezdjünk? Hogyan lehetne ezt feloldani? Ez tény is való, hogy ez így van. Tehát mondjuk, ha megnézzük egy gyors korcsolyázót, hogy egy csípő horpasz az be van zsugorodva, és végeztek is ezzel kapcsolatban a kutatást, és ezt megpróbálták gyakorlatilag ilyen neutrális pozícióba hozni, természetes helyzetbe, és romlott a teljesítmény. Tehát vannak olyan sporták specifikus diszbalanszok, amik kellenek. A probléma az igazából azzal van, hogyha ez panaszt okoz. Hogyha ezt a izomaránytalanságot az adott sportoló nem tudja elviselni, ilyen hosszan meg, mert alapból gyakorlatilag valószínűleg egy jó pár éve benne van ebben, és ebből sérülések adódnak, akkor ezzel foglalkozni kell. Tehát igazából mindenkinek érdemes olyan kis, hogyha valaki abszolút élsportoló, olyan gyakorlatokat végeznie, amik kicsit korrekciózzák az ő panaszait. És nagyon fontos, hogy nem arról beszélek, hogy a sporták specifikus diszbalanszokat, hanem azért vannak, hogy az ő panaszaikat enyhítsék. És ez, mert mindig a panasszal foglalkozunk, ugye már, ezt már többször mondtam, de ez a lényeg. Panasszal vagyok jelen magam is, úgyhogy itt ez most központi téma. Andis, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad számomra, és nagyon hasznos volt szülőként is, meg edzőként is, hogy ezeket elmondtad, mert nagyon érdekes szerintem, hogyha egy olyan embernek a véleménye párlódik le, aki három irányból megtapasztalhatta itt a versenysportolók és a versenysporton belüli mozgásminőségbeli problémákat vagy következményeket. Köszönöm szépen, szerintem a hallgatóinak is hasznos volt. Köszönöm. Én is köszönöm.